Jó estét kívánok! A Régiónk és az Európai Unió című műsorunkban ma az elmúlt időszak legjelentősebb közösségi támogatással megvalósult beruházásairól szólunk, valamint azokról a projektekről, amelyek sikeresen javítják a térségben élők életminőségét. 1030 milliárd forintból fejlesztenék Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a következő 7 évben. A megyei önkormányzat feladata, hogy komplex gazdasági tervbe integrálja a felmerülő fejlesztési igényeket, mondta Mennyi Roland a megyei közgyűlés elnöke. A projektgyűjtés január 30-ai zárásáig 2925 projektet regisztráltak, amelyekhez több mint 1000 milliárd forint támogatást igényeltek. Az elnök beszámolt a megyét érintő gazdaságfejlődési programról, a külgazdasági kapcsolatok hatásairól és a tervezett útfejlesztésekről is. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat legfontosabb feladata a megye komplex gazdaságfejlesztése, fogalmazott Mennyi Roland a megyeházán tartott sajtóreggelin. A közgyűlés elnöke eredményekről is beszámolt. Óriási eredménynek tartja a 2010 és 2013-as adatokat összevetve, hogy 17,4-ről 11,3%-ra csökkent a munkanélküliség. 65 ezer fölött volt a regisztrált munkanélküliek száma, ami mára 48 ezer alá csökkent, de közel 4 ezerrel nőtt a megyében bejegyzett vállalkozások száma is. A fejlesztés politikához hozzátartozik a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus tervezése, programozása és projektgenerálása. Január 30-án zárult le egy projektgyűjtési folyamat, aminek az eredményei szenzációsak. Közel 3000 projekt érkezett, több mint 1000 milliárd forint forrásra pályáztak, vagy pályáznának azok, akik a következő 7 évre a projektjeiket megvalósítanák, és ez 48 ezer új, fenntartható vállalt munkahelyek létrehozását jelenti. Ez attól olyan érdekes és izgalmas, hogy jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a munkán kívüliek száma az körülbelül erre tehető. Tokaj hegyalja 27 települése, a településen élő emberek, az ott működő vállalkozások használhatják majd fel azt a 100 milliárd forintos támogatást, melyet a Borvidék kap a komplex gazdaság fejlesztési program keretében. Elsősorban a szőlészet, borászat, turizmus, a települések és az iparákhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre. A fő elemeket, a fő cölöpöket már levertük, ennek köszönhetjük azt, hogy sikerült 100 milliárd forintot, egy olyan kiemelt fejlesztési program, 100 milliárd forintból egy olyan kiemelt fejlesztési programot generálnunk, amely mutatja, hogy hegyaljáról gondoskodik a kormányzat, és végre a megfelelő, az őt megérdemlő szintre helyezi. A Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyei önkormányzatok között létrejött Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Társulás is szóba került a sajtó reggelén. A két ország közötti megállapodás a közlekedési kapcsolatok fejlesztésére is hatással van. A 64 új vagy megújuló közúti kapcsolatból 29 a mi határszakaszunkon, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye területén van. Az Európai Térségi Társulások Együttműködések EGTC-nek a rendszere, azok önálló forrásra lesznek jogosultak, tehát mindazon fejlesztési források mellett, amit az ország elérhet, amellett közvetlen brüsszeli források bevonását is lehetővé teszi. Az elnök három fontos útfejlesztésről is beszámolt. Tervezés alatt van az M30 Miskolc-Kassa közötti szakasza, a 39-es út és a 37-es négysávosítása Szerencség és további megerősítése. A tervezési fázisnak köszönhetően a fejlesztések 2020-ig végbe mehetnek. A külgazdasági kapcsolatokat is teljesen alárendelték a megye gazdaság fejlesztésének, mondta Mennyi Roland, példaként említve Kínát, Oroszországot és Törökországot. Modernizálódik a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, eltűnnek az illegális szemétlerakók, új gyűjtőautókat vásárolnak, lehetőség nyílik a szemetes edények mosására, sőt a szemétdíj is csökkenhet. Ezek a legfontosabb eredményei az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amely az elmúlt években 9 milliárd forint értékű környezetvédelmi fejlesztést hajthatott végre, illetve kezdhet el a közeljövőben. A hulladékgazdálkodás fejlesztése országosan is kiemelkedő mértékű az abaúji és a zempléni térségben. Minden egyes lakosra 84 ezer forint környezetvédelmi beruházás jut, mondta Hörcsik Rihárd a nyertes pályázatok ismertetésekor.
A 7 éve létrejött Abaúj Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás országos szinten is egyedülálló pályázati forrásokat nyert el a térség számára. Első körben 37 település szilárd hulladék lerakójának rekultivációja valósul meg 4 milliárd forintos támogatásból. Sátoralja új helyen 2, még Sárospatakon 1 lezárt szeméttele felszámolása fejeződik be idén nyárra. Szintén 4 milliárdos pályázatból korszerű szemétválogató mű épül, növelik a szelektív hulladékgyűjtés arányát és műszaki feltételeit, majd pedig új járműveket is beszereznek. Az önkormányzati társulás társadalmi elnöke, a térség parlamenti képviselője újabb 1 milliárdos pályázati támogatásról számolt be, hozzátéve, hogy ezzel valamennyi Európai Uniós környezetvédelmi előírásnak megfelel majd Abaúj és Zemplén térsége. Ez egy lakosra vetítve, mintegy 84 ezer forint támogatás jelent Zemplén és Abaúj térségében. Ez országosan kiemelkedő teljesítmény. Természetesen az éremnek van egy másik oldala, hogy milyen nagy hiányban, hiátusban volt ez a térség, hogy mennyi elmaradt környezetvédelmi beruházás volt. A hulladékgazdálkodás magasabb szintre léphet, mondta Sátoralja Újhely alpolgármestere. Zemplén két nagyvárosában is számos a helyi igényekre alapozó környezetvédelmi fejlesztés valósul majd meg. Sátoralja Újhelyen lehetőség nyílik komposztáló edények kiadására a lakosság számára, a nagy, egy köbméteres, főként társasházi kukák helyben történő kimosására, de a szelektív hulladékgyűjtés rendszerében is változások lesznek. Otthonról történik, szerveződik majd a szelektív hulladékgyűjtés. Hulladék udvar kerül kialakítása Némhagyi lerakó mellett. Így a lakossága egy kisebb felújításból származó bontási törmelékeitől ingyenesen a város területén belül meg tud szabadulni, de lehetőség lesz festékekre, egyéb mérgező veszélyes anyagoknak a térítésmentes leadására, és valóban szelektív hulladékot nagyobb mennyiségben itt is lehet majd adni. Sárospatakon a kommunális szervezet udvarán alakítják ki a lakossági hulladék udvart, az egy köbméteres kukák mosására pedig itt is lehetőség lesz, mondta Aros János. A polgármester hozzátette, a lakosságot leginkább a személydíjban történő változás érinti majd. Ennek a pályázatnak az elnyerése kapcsán egy alapdíjat kívánunk bevezetni, amely alapdíj kevesebb kell, hogy legyen, mint a jelenleg fizetendő összeg. Ezt követően pedig valamennyi edény csipes felszerelése után az alapdíjon felül mindenki annyit fog fizetni, ahányszor az adott hónapban elszállítják tőle az edényét. Ez egy jelentős megtakarítás és jelentős előrelépés lesz a patakiak esetében. Az elnyert Európai Uniós pályázatok keretében tucatnyi új gépjárművet tudnak beszerezni. Növelni tudják a szelektív hulladékgyűjtés arányát, a válogatás után pedig elektromos energia előállítására alkalmas szemetet tudnak kinyerni, mellyel fűtőművekben csökkenthetik a térség villamos energia felhasználását. Befejeződött a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház átépítését, modernizációját szolgáló beruházás első üteme. Európai Uniós támogatással új technológiai tömb épült, amelyben a sebészeti osztály, a diagnosztika, a központi műtők és a sterilizáló kapott helyet. A beruházás eddigi költsége megközelíti a 1,5 milliárd forintot. 55 település, közel 70 ezer lakosát ellátó intézmény színvonalas, a kor elvárásainak megfelelő technológiai tömbét avatták fel Sátoraljaújhelyben. A beruházás elindításáról még az Erzsébet kórház egykori tulajdonosa, a város önkormányzata döntött. Szükség volt az energiacsökkentésére, hiszen nagyon-nagyon sokba került az intézmény működtetése, energetikai kiadásai magasok voltak. Másrészt pedig egy olyan kedvező átalakítás történt, amely logikusabbá és praktikusabbá tette a betegutakat, illetve az osztályok jó része egy korszerű, 21. századi felszereltségű részleget kapott az új épületen. Az elmúlt 4 évben az Zempléni régióba 4,5 milliárd forint érkezett egészségügyi fejlesztésre. Ennek egyik állomása az Erzsébet kórházban végbe ment mintegy 1,5 milliárd forintos beruházás, de a járóbeteg ellátó központok kialakításának is kiemelkedő szerepe van. Ez a háromszintű egészségügyi rendszer fejlesztése legalsó szintje a falusi orvosi rendelőknek a rekonstrukciója, ami közel 900 millió forinttal most is folyamatban van. A második a járóbetegellátó szakrendeléseknek a fejlesztése,
ez is megtörtént Sárospatakon, Göncön, illetve Cigándon, tehát a kistérségek önállóan a betegellátásban nagyon léptek előre, és ezek koordinálására ugye a Újhelyi Erzsébet kórház van hívatva, és ezzel a beruházással egy jelentős mérföldkő a kórház életében. Magyarországon ma több mint 400 fejlesztési program zajlik az egészségügyben. A 21. század követelményeinek megfelelő kórházak, rendelőintézetek kialakítása generálhatja az egészségturizmus fejlődését is. Ami európai polgártársaink hírét viszik, hogy jó szakmai munka zajlik a magyar intézményekben, úgy, ahogy például a fogászati turizmus esetében ez megtörtént, akkor ezáltal bevételre tesznek szert az intézmények, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempontja a mi munkánknak, hogy külföldről is ide vonzuk Magyarországra gyógyulni vágyókat. Az új épület átadásával a fejlesztési program első üteme lezárult. A beruházás során a kórházi osztályok átköltöztetésével kapcsolatos átépítési és felújítási munkálatokat is elvégezték. A folytatásban pedig elbontanak egy használaton kívülivé vált épületet, térvilágítást és parkolót építenek. A Sátoraljaújhelyi Kórházban is az épületállomány nagyon-nagyon elavult. Hiába épült 1990-ben legutoljára egy nagy pavilon, az az épület hihetetlen rossz állapotban van, inkább riasztó volt, mint beteg vonzó szerepet töltött volna be. Ettől a kórháztól egyrészt azt várjuk, hogy a betegek ismételten ezt a kórházat válasszák, sokkal jobb körülmények között, tényleg 21. századi körülmények között gyógyulhatnak, és a bennünket választó orvosok, ápolók is láthatják, hogy mennyivel jobb körülmények között fognak tudni dolgozni, így nem fognak elmenni más intézetbe. Az új technológiai tömböt Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, Török Krisztina a Gyemszi főigazgatója, Pörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter polgármester és Tóth Ildikó a kórház megbízott főigazgatója avatta fel. Nyár végére megújul a Sárospataki rendelőintézet. A belvárosban így már két modern egészségügyi épület szolgálja majd a lakosságot. A rekonstrukció során új nyílászárókat, hőszigetelést és gépészeti eszközöket kap az épület, és a belső tereket is az igényekhez alakítják. A felújítás során a két épületet egyben nyitják, így a rendelőintézet teljes akadálymentesítése is megvalósul. Magas kihasználtsági mutatókkal jó színvonalon működik az egynapos járóbeteg szakellátó Sárospatakon. Az Európai Uniós forrásból majd 1 milliárd forintból épült intézmény nem csak a helyieket, a Sárospatak környékén élőket is kiszolgálja. Az egészségügyi fejlesztések sora azonban ezzel nem ért véget. Még 2012 év végén nyújtott be az önkormányzat egy újabb pályázatot a régi rendelőintézet felújítására, amelyet már 2013 utolsó negyedévében el is kezdett a vállalkozó. A közbeszerzési eljárás után egy helyi építőipari vállalkozás végzi a felújítást. Nagy örömünkre rendkívül gyorsan elbírálták ezt a pályázatot, és 130 millió forint, bruttó 130 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, amely teljes egészségben fedezni fogja ennek az épületnek a külső és belső felújítását. Hiszen nem csak a homlokzatot tudjuk felújítani, hanem belülről is egy kicsit másabb struktúrában, hiszen igyekeztünk a házi orvosok igényeinek megfelelően kialakítani az új rendelőhelyiségeket, tehát kívül belül meg fog újulni, nyílászárókat cserélünk, új hőszigetelést kap az épület, hogy energetikai szempontból is megfeleljen az elvárásoknak. Az átalakítás, felújítás miatt az épületet kiürítették, emiatt egyes rendelések az új épületben kaptak helyet. A kis kellemetlenség azonban meghozza majd a gyümölcsét, ezért is kéri a lakosok türelmét a polgármester. Aros János elmondta, terveik szerint még a nyáron átadják a felújított rendelőintézetet. Július végétől augusztus hónapban lesz, amikor visszaköltözhetnek a már felújított rendelőhelyiségekbe, tehát az alapellátás fog teljes egészségben itt helyet kapni. Azok az orvosok, akik korábban is szerződésben álltak az önkormányzattal, és akik az önkormányzattal bérelték a rendelőjüket, itt kapnak majd helyet a fogászatok, tehát a volt szülőotthonból minden fogászati tevékenység átkerülhet ebbe a megújított épületbe. Továbbra is itt fognak tartózkodni a védőnők, itt látják el a védőnői szolgálatot, valamint a gyerekgyógyászat és az iskola orvosi rendelés lesz majd ebben a megújított épületben. Miután mindkét épület a mai kor színvonalának megfelelően lesz kialakítva, a két épületet véglegesen is összekötik majd.
így a liftnál teljesen akadálymentessé válik az egészségügyi szolgáltatások elérése Sárospatakon. A felszabaduló volt szülőotthon épületének hasznosítására van terve az önkormányzatnak. Azt szeretnék, ha a belvárosban egy komplex egészségügyi centrum alakulna ki. Uniós támogatással 16 településre kiterjedő egészségmegőrző programot indított a Sárospataki Rendelőintézet. A projekt célja, hogy a meglévő infrastruktúra kihasználásával, a szakemberállomány mobilizálásával minél több ember figyelmét hívják fel az egészséges életmód fontosságára. Amint egy 2 éves időtartamú programra uniós forrásból több mint 20 millió forintot fordíthat az intézmény. A legfontosabb egészségügyi kockázati tényezők a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány, a dohányzás és a túlzó alkoholfogyasztás. Ezen problémák megoldására ismeretátadásokat, gyakorlati tréningeket, tanácsadásokat, csoportfoglalkozásokat, táborokat és laikus önsegítést is terveznek a Sárospataki Rendelőintézet munkatársai. Egy sikeres Európai Uniós pályázat keretében az egészségügyi szakemberek a járás valamennyi településén élő lakosságot bevonhatják a programba. Mi végezzünk szűréseket, egészségnapokat csináljunk, illetve sportnapokat, elsősegélynyújtó tanfolyamokat fogunk ebben a pályázatban szervezni magunknak is, tehát itt mindenki részt fog ebbe venni, illetve a kistérségben is az orvosok, asszisztensek, tehát ez egy teljes 8 alkalmas elsősegélynyújtó tanfolyam lesz, úgyhogy mindenki felelevetheti a tudását. A Sárospataki Egészségügy magas színvonallal látja el a hozzám forduló embereket, ami tudatos fejlesztésnek köszönhető. Az egynapos betegellátó után a régi rendelőintézet épülete is megújul, ez is a térség lakosait szolgálja majd. Nagyon szembetűnő volt a különbség a régi épület és az új épület között, éppen ezért benyújtottunk egy pályázatot, hál' Istennek nyertünk, 100%-os támogatást, munkaterület átadása megtörtént, gőzerővel folyik a munka, és nyár végére reményeink szerint visszaköltözhetnek a régi épületbe azok az orvosok, akik itt fognak most már jobb körülmények között helyet kap. A tudatos egészség megőrzésre sajnos nevelni kell a társadalmat. Fiatalon egészségesen nem törődünk magunkkal, a hajtás azonban könnyen kiégeti az embert. Ezért is lesz hasznos a Törődjön többet egészséggel nevű program. Nem elég korán kezdeni. Ezek az egészségnevelő programok is nem az ablakon kidobott pénz, hanem ahogy látom, más önkormányzat is, más térség is hasonló programokat tudott indítani. Bizony az egészséges életmódra való nevelés, ezt nem elég korán kezdeni, és nem szabad abba hagyni. A pályázat további célja az egészséget szolgáló egyéni magatartás minták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés szinterei megvalósuló közösségi programok létrehozása, ezáltal pedig az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Sátoraljaújhelyen nyílt meg a régió második Széchenyi programirodája, amelynek munkatársai az új Széchenyi terv nyertes pályázóinak nyújtanak majd segítséget, illetve a következő uniós ciklus pályázati forrásainak lehívásában is közreműködnek majd. A 3 munkatársral felálló Sátoraljaújhelyi székhelyű iroda a Zempéni térség vállalkozóit, a civil és önkormányzati szektor képviselőit is várja a Széchenyi téren. Az országban 41 Széchenyi programiroda működött eddig. Az ömében megyeszékhelyeken felállított tanácsadói pályázati adminisztrációt segítő információs hálózat új tagja a Zempléni Széchenyi programiroda, melynek központja Sátoraljaújhelyen van. A kirendeltség megnyitóján a térség országgyűlési képviselője az információ megszerzésének gyorsan helyben elvét emelte ki, amely a pályázatok sikerességének kulcsa lehet. Az elmúlt őszön határozott kéréssel fordultam ismételten a miniszterelnöki hivatalhoz, hogy nyíljon meg egy olyan iroda, ami látható a városban, látható Zemplénben, hiszen ez az iroda nem csak Sátoraljaújhely és a hegyköz vállalkozóinak az igényeit fogja kielégíteni, hanem ha kell, akkor akár Cigándra is kitelepülnek, akár Sárospatakra az polgármesteri hivatalba, hogy minél közelebb hozzuk a lehetőségeket a vállalkozókhoz, a polgárokhoz.
A programirodának a Sátoraljaújhely önkormányzat biztosította a helyét. A városban így újabb lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozók és a civil szektor képviselői forrásokhoz jussanak, és megvalósítsák saját területük fejlesztési elképzeléseit, mondta Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere. Humán pályázatban is közreműködnek az itt lévő szakemberek, aminek eredményeképpen a vállalkozások több pénzhez jutnak, tehát fejleszteni tudnak, a fejlesztés okán viszont munkahelyekre lesz szükség, vagyis fölvesznek dolgozókat, ezáltal csökken a munkanélküliség és nő az egzisztenciális biztonság. A non-profit jelleggel működő iroda célja és feladata, hogy a gazdaság szereplőinek nyújtson segítséget abban, hogy uniós pályázataik támogatást is kaphassanak. Az iroda munkatársai ráadásul a pályázat teljes ciklusát végigkövetik. Segítsék a forrás felhasználást, azokat a problémákat, amelyek miatt esetleg megrekednek a projektek, a projekt megvalósítás során segítik azokat a problémákat, megoldják, olyan hasznos tanácsokkal látják el az érdeklődőket, akár egy kifizetésre vonatkozóan, akár egy időszaki beszámolóra vonatkozóan, ami dokumentáció nélkül a pénz nem hívható le, vagyis nem jutnak hozzá a támogatáshoz. A Sátoraljaújhelyi kirendeltség három munkatársa, a humán erőforrás, a gazdaságfejlesztési, a turisztikai, a környezetvédelem, illetve az energetikai pályázatokban nyújtanak segítséget. Európa első ágyúöntő bemutató terme nyílik meg a nyáron Sárospatakon. Az uniós támogatással megvalósuló beruházást 6 évig tartó régészeti munka előzte meg. A Rákóczi vár angol kertjében fellelt több helyiségből álló egykori műhely komplexum feltárásakor előkerült a szinte teljesen épp nagyméretű bronzolvasztó lánkemence és a hozzá tartozó tüzelőtér is. Ez pedig nem csak ipartörténeti, hanem technikai és hadászattörténeti érdekességnek is számít. Hangzott el azon az előadás sorozaton, amelyen az érdeklődők hallhattak az ásatásról, a restaurálásról és a jelenleg is zajló építkezésről, amelynek befejeztével egy új, modern, interaktív, kuriózumnak számító kiállítótérrel gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Ahogy 6 éven keresztül haladt a feltárás és gyűltek a leletek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Sárospataki ágyúöntő műhely kutatása nem egy hagyományos ásatás. A technikatörténet emlékei olyan részletességgel kerültek elő, amelyek kiválóan rekonstruálhatók és bemutathatók. Európában nem is találtak ehhez hasonló jó állapotú ágyúöntő műhelyt. Hogy mennyire lesz izgalmas ez a látogatóknak, az azon múlik, hogy hogy sikerül ezt bemutatni, láttatni. Én azt gondolom, hogy a adottságai jók ennek a témának, de most jön ez a szakasz, hogy ezt valóban át is tudjuk úgy adni, hogy itt ne csak szavakkal bizonygassuk, hogy ez milyen érdekes, hanem aki megnézi a kiállítást, is olyan úgy gondolja, hogy ezt valóban érdemes volt megnézni. Hát ennek a folyamat zajlik most már a fizikai valóságban is, az építkezéseit, a kiállítási tervezéssel. A szép számú érdeklődő számos érdekességet hallhatott az ágyúöntés menetéről, az Európai Uniós támogatással megvalósuló 500 millió forintos beruházás menetéről, amelynek segítségével restaurálhatták és kiállítható állapotba kerülhetett az ágyúöntő műhely. Voltak, akik számára most derül csak ki, micsoda történeti értéket is rejtett itt a föld évszázadokon át. Egy órával ezelőtt úgy jöttünk el mellette, hogy semmilyen tudás birtokában nem voltunk. Most pedig úgy megyünk haza, hogy egy nemzetközi értékű és egy nemzetközi színvonalú értékkel gyarapodott a vár, a múzeum és patak. A romok konzerválása kihívást jelentett még a nagy tapasztalattal rendelkező szakembereknek is, nem csak a látogatóktól és az állatoktól kellett ugyanis a falakat megvédeni. Tulajdonképpen még mikrobiológiai fegyvert is bevetettünk annak érdekében, hogy a romokon ne telepedjen meg a zuzmó, a moha, vagy ha bekerül a szél által egy-egy mag, akkor az, ha ki is kell, az pusztuljon el, mert ezen a területen virágozzék és burjánozzon a növényzet, hiszen az károsítaná a romot. Ez sikerült szerencsére a germicid lámpáknak az időszakos üzemeltetésével megoldani. Az ágyúöntő műhely köré egy modern épületet emelnek, ami egyrészt védi majd a rekonstruált romokat, másrészt lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók ne a szokásos múzeumi körülmények között ismerhessék meg az ágyúöntés titkait. Az, hogy a kora újkori ágyúöntő műhelyt egy modern épületbe kell elhelyezni, izgalmas feladatot jelentett az építésznek is. Ez egy olyan munka, amitől az építésznek fülig ér a szája. Tehát ez egy egészen varázslatos dolog. Tehát volt itt egy nagyon komoly régészeti
levéltári kutatás, régészeti feltárási előkészítés, nagyon részletes tervezés, és hát mondanom sem kell, hogy ilyen egyedi feladattal az ember egyszer találkozik az életében. Az új objektum nem a hagyományos értelemben vett kiállítótér lesz. A hatalmas épületben ugyanis mindössze 3 vitrint helyeznek majd el. Az érdekességet, az interaktivitást más eszközökkel biztosítják. Az épület részletek élnek majd, és mutatják a technológiai folyamatot, illetve az a maga nagy ásolat, az ágyúfúró torony, ennek a szerkezete, és azok a jelenetek, amelyek tulajdonképpen embernagyságú babákkal munkafolyamatokat mutatnak be, tehát az ágyú technológiai előkészítésének folyamatát mutatják be. A múzeum vezetése az ágyúöntőműhely felépítésével szeretné a Rákóczivár reneszánsz kastély jellege mellett az erősség hadászati jelentőségét is megmutatni a látogatóknak. Abban bíznak, hogy az új kiállítótérrel érdemben növelhető majd a múzeum látogatóinak száma. Karcsa község Becskédi település részén is megnyílt a Tűzvirág közösségi szolgáltatóház. A bodrogközi többcélú kistérségi társulás a térségben több ilyen intézményt hozott létre. A zömében romák lakta területen a szakmai munkát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segíti. A program lényege, hogy a szolgáltatóházak közelében élő hátrányos helyzetűek konkrét segítséget kapjanak a hétköznapi problémák megoldásában. Karcsa település részén Becskeden, zömében roma lakosság él. A falu ezen részén már a boltot is bezárták, iskolába, orvoshoz, közösségi programokra, a faluba járnak be az itt élők. A bodrogközi többcélú kistérségi társulás itt is megnyitotta a közösségi szolgáltatóházát. A cél, hogy az itt élők minden problémájukra választ és segítséget kapjanak. Általában gyalog szoktunk járni, vagy nyáron esetleg biciklivel, de van olyan esetben, hogy jön értünk a busz, akkor bevisznek minket, de az kocsink az nincs. Úgyhogy gyalog szoktunk járni, vagy biciklivel. Igen. A társulás több bodrogközi településen indította el a gyermekszegénység elleni programját. A házak sok funkcióval bírnak majd, és mindenkihez szólnak. Egyszerre segítik benne a gyerekek tanulását és felzárkóztatását, de szabadidős programokat és nyári táborokat is terveznek ide. A leghatékonyabb segítség az, ami a közelben van, ezt emelte ki a térség országgyűlési képviselője a ház megnyitóján. Itt ez nem csak ennek a résztelepülésnek, hanem az egész községnek is segítséget ad, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtson, akár a gyermekeknek, akár a hátrányos helyzetű felnőtteknek is, hogy érezhessék, és remélem, hogy meg is fogják érezni, hogy rájuk is szükségre van a társadalomnak, és a kormánynak kifejezett szándéka az, hogy az ilyen szegénységben lévő polgárokon segítsen, nem papírral, nem egyszeri alkalommal, egy ajándékcsomaggal, hanem hosszabb távra is. Az ingatlan tulajdonosa Karcsa község. Az önkormányzat néhány 100 000 forintért vásárolt meg egy régi parasztházat a település részen. A felújítást és a program működtetését a kistérség pályázati támogatásból finanszírozza. Így ebben a házban gazdát találhatnak azok, akik olyan szegénységbe élnek, hogy a napi minden megélhetési gonddal együtt a lakhatás is problémás, hisz ezen a részen ezek az emberek gáz nem is volt soha a lakásukban, az ingatlanokon. Most egyre több helyen a vizet is kikapcsolták, meg van, hogy áram sincsen, van olyan ház. A házban szociális munkások, pedagógusok részvételével tanulássegítő programokat terveznek a gyerekeknek, de nyitott a ház a felnőttek és a családok előtt is. Képzések, szabadidős programok, orvosi és hivatali szolgáltatásoknak is helyt adnak majd. Még mosási és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak benne az itt élőknek. Helybe hozta az önkormányzat a szolgáltatásokat. Hetente helyet biztosítunk családgondozónak itt ügyfélfogadásra, és internet hozzáférést is biztosítunk annak, akinek erre szüksége van, tehát az információkat is tulajdonképpen így első kézből kaphatják. A gyermekszegénység elleni programban 5 a Tűzvirág szolgáltatóházhoz hasonló közösségi intézményt nyitottak meg a bodrog közben. Önök a Régiónk és az Európai Unió című műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!